az előzetesen meghirdetett 24-es keretből azért négy játékosra nem tudunk számítani. A korábbi napokban kiderült, hogy a Gerazolinak kisebb tér problémái miatt a hét elején edzést nem tud végezni, ezért őt, az ő játékától eltekintettünk. Szakály Petinek most már több mint egy hete problémái vannak a gerincével, és éppen ezért nem tudott játszani a bajnoki mérkőzésen sem. A legújabb és a legfrissebb híreink szerint viszont a Lipták Zoli vírusos fertőzésen ment keresztül, nem egyedül ő ott Győrben, és rá sem számíthatunk, illetőleg kiderült, hogy a Gyurcsó Ádám többek között azért nem játszott a tegnapi mérkőzésen, mert komoly combhajlító izomfáradtsága van, sérülés veszélyes állapotban van, úgyhogy nem kockáztattunk a pályafutásának. Esetleg egy szakadás nem tenne jót, hogy semmiféleképpen nem akartuk kiélezni ezt a dolgot, úgyhogy ez a négy játékos sajnos a keretből nem. Helyükre megpróbáltunk egy-egy poszton játékost, volt olyan játékos, akit az edzője nem javasolt, mert éppen nincs most olyan állapotban. Így aztán egyetlen egy játékost, a Guzmics Richardot hívtuk a belső védő poszton. Ha cserélnünk kell esetleg mind a két belső védőt is, akkor ne legyünk ellehetetlenült helyzetbe. Hát a Varga Rolandot is most utólag beszerettem volna hívni, de hát ő is vírusos fertőzésen megy keresztül, úgyhogy szerdáig nem tud a csapatában sem edzeni. A Nikolic is természetesen, hiszen az elmúlt időszakban még a Liga válogatottban is volt, de hát most a videóton menetelése kapcsán egyrészt a Liga válogatottban nem hívtuk meg az elmúlt héten, másrészt jelen pillanatban a válogatottban csatárposzton szereplő játékosok mindegyike jó állapotban van, kitűnő állapotban van, és jelen pillanatban természetesen ezért őket hívtam meg. Én annak kifejezetten örülök, hogy nem egy ilyen felhozó jellegű mérkőzést játszunk már, különösképpen a márciusra, a két VB-selejtezés mérkőzésre való készülésünk kapcsán, hanem egy olyan felkészülési mérkőzés, ami egy komoly ellenféllel kell megméretnünk. Azért a norvégok az elmúlt években, mondhatom az elmúlt 10-15 évben mindenképp előttünk járt, nem csak a futballkultúra megítélése kapcsán, hanem a válogatott beli eredményességük kapcsán is. Úgyhogy egy nálunknál erősebb futballnemzettel való megmérettetés szerintem ebben az időszakban jól illeszkedik a felkészítésünkbe. Ennek kapcsán választottuk őket. Azt, hogy az utóbbi két évben sikeresebben szerepeltünk az ilyen típusú csapatokkal szemben, ez talán növeli az esélyeinket, bár még egyszer mondom, előttünk jár ez a futballkultúra jelen pillanatban. Most már nem az az elsődleges szempont, hogy túl nagy változtatásokat, látványos változtatásokat, próbákat tegyünk, hanem sokkal inkább az összeszokottságot kell erősítenünk, és ennek kapcsán túl nagy változásokat természetesen most a keretben sem tettünk, és a kezdőcsapatban sem, bár lesz egy-két érdekes változás.